2017-ben is zökkenőmentesen indult a tanév a Klik karcagi tankerülete számára. A felkészülés az általunk működtetett intézményeknél már nyáron elkezdődött, a kazánokat, konvektorokat, egyebeket sikerült megfelelő műszaki állapotba hozni, leellenőrizni. Az átvett intézményeknél, mint itt Törökszent Miklóson, ott pedig olyan előkészületeket tettünk, hogy az önkormányzattal egyeztettük ezeket a feladatokat, hogy működőképesen kapjuk meg ezen berendezéseket. Mivel a korábbi években nem volt ilyen extrém hideg, most ez a hideg azért próbára tette ezeket a berendezéseket. El lehet mondani, hogy átlagban ilyen 20-30 éves kazánokról, berendezésekről beszélünk, és igen, voltak problémáink. Ezeket kazáncserével, alkatrészek cseréjével, bizonyos kisebb javításokkal meg tudtuk oldani, és így nem kellett fagyszünetet elrendelni. A fél év zökkenőmentesen indult, és reményeink szerint ez a hideg hamarosan véget ér. Azt mondhatom el, hogy a második fél évhez a gazdasági, személyi és tárgyi feltételek adottak, egy biztonságos év elé nézhetünk a 2017-es évben is. Az érdekesség ennek az évnek, hogy január 1-től tankereti központként működtetjük mindegyik intézményünket, ez azt jelenti, hogy hat önkormányzattól vettünk át működtetést, és most tanulunk bele ezen önkormányzatoknál is ebbe a feladatba.